Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. A fő téma itt látható középen. Egy kis pénz. Az lehet, hogy pénz jön a házhoz, de ez nem túl sok. Mégis lesz itt egy kis nyeremény. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy vannak kiadások, vannak anyagi gondok, mert kevés a pénz, és pontosan ez, ami téged itt elszomorít. Amit a pénz még jelenthet, a belső értékek, hogy úgy érzed, hogy nincs meg az elismerés, és emiatt vagy szomorú. De ez elmúlik hamarosan, hiszen útban van egy jó hír, valami örömteli lesz nálad, sőt, itt látható ez az ünnepség, ez lehet egy meghívás, lehet egy találkozás is. És amire ez a kártya utal, ez lehet az ártatlanság, hogy ő ártatlan, mert volt egy helyzet, ami nézeteltérésekhez vezetett, vagy utal a te ártatlanságodra. Sőt, itt látható a hűség, amit a gyermek még jelent, természetesen a gyermekeket is, de jelent újdonságokat, vagy egy új kezdetet. Ezek lehetnek baráti kapcsolatok, vagy így közeledik hozzád, de mint mondtam, a kutya jelenti a hűséget is. Az anyagiak javulnak, hiszen ezen a képen sokkal több pénz van, tehát lesz nyeremény, amit ez a pénz még jelent, a belső értékek, hogy a közeli jövőben meg fogod kapni az elismerést. És itt van hozzá a remény. Ne add fel a dolgokat, ne légy szomorú, lesznek örömteli változások. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!